Egyelőre nem lehet számítani a koronavírus járvány enyhülésére a pénteki számok alapján, amikor újabb rekordok dőltek meg. Az intenzív terápiára szoruló súlyos esetek száma meghaladta a 900-at. Ma is rekordokat döntött a koronavírus járvány, hiszen a tegnapi csúcsértéket még mintegy 80-nal meghaladva 6546 új esetet jelentettek. Ennél is aggasztóbb az intenzív terápiára szorulók számának növekedése, ahol a járvány kezdete óta először haladta meg a 900-as küszöböt a szám, 917-en vannak súlyos állapotban. Ma ismét 100 több halálos áldozatot jelentettek a hatóságok 103 új esettel. Három újabb megye Marosbihar és Szeben átlépte a 3000 fertőzöttségi rátát az utolsó 14 naphoz viszonyítva. Ami az összesített eset számot illeti, eddig valamivel több mint az ország lakosságának 1%-ánál mutatták ki hivatalosan a fertőzést, a valós szám azonban 10-15% lehet. Moszkvában is meredekennő a járványgörbe. Spanyolországban májusig szükségállapotot vezettek be. Moszkvában novemberben megkezdődik az önkéntes jelentkezők tömeges beoltása a Sputnik V vakcinával a koronavírus ellen, közölte a Rosszia 24 televízió. Oroszországban először nőtt 18 ezer fölé az egy nap alatt diagnosztizált új fertőzöttek száma. Világszerte meghaladta a 45 milliót a koronavírussal fertőzöttek száma a hivatalos nyilvántartások szerint. A járvány halálos áldozatainak száma közelíti az 1,2 milliót. Csak az elmúlt 24 óra alatt 536 ezer új esetet jelentettek.